Ingyenes tavaszi lomtalanítást szervez az Áve Bihor Kft. És Székelyhídváros önkormányzata május 25 és 31 között. A lomtalanítási akció az Ecollect Bihor Kft. És a Bihar megyei tanács által meghirdetett Május a tisztaság hónapja elnevezésű verseny részét képezi. Mit is jelent ez? Május 25 és 31 között Székelyhíd és a hozzá tartozó 5 falu háztartásai megválhatnak minden olyan nagyméretű lomtól, hulladéktól, szeméttől, amelyet a szokásos kukákba nem tudnak beletenni. Ezek a szelektív kategóriák mellett lehetnek bútorok, matracok, textíliák, szőnyegek, nagy mennyiségű porcelán, üveg vagy kerámia tárgy, de elektronikai hulladékok is. Fontos! A mezőgazdasági tevékenységek során keletkező zöld hulladékok, az építkezési törmelékek és a gumiabroncsok nem képezik a lomtalanítás tárgyát. Az összegyűjtött lomokat a már megszokott körzeti szemétszállítási napokon lehet kitenni a kommunális, a lebomló és a szelektív hulladék mellé. Ha bárkinek segítségre van szüksége a lomok mozgatásában, a 0259 352 194-es telefonszámon kérhet segítséget. Tegyünk együtt azért, hogy május valóban a tisztaság hónapja lehessen. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Fényes Elek emléktúra május 15-én. A túrázni vágyók a város központi parkjának turulszobránál gyűltek össze, majd innen indultak tovább, első körben Csokajra, Fényes Elek szobrához. Harmadik alkalommal rendezzük a Fényes Elek emléktúrát. 2007-ben volt a születésének a 200. évforduló, és akkor találtuk, hogy ezt érdemes lenne így megcsinálni. Aztán rájöttem, hogy hát minden évben nem lehet, hanem 10 évente, 2017-ben, és most, hogy az ember már öregszik, akkor már 5 évente csináljuk, tehát 2022, aztán megálltuk, hogy hogyan működik. A Csokajra érkező túrázókat Pogácsa és Frissítő várta, ezután megkoszorúzták a falu híres szülöttjének állított mellszobrot. Ő volt az első olyan magyar statisztikus, aki még az akkori Habsburg birodalom idején felmérte a régi Nagy Magyarország összes településeinek a pontos adatait. Tehát majdnem úgy, mint az Orbán Balázs csinálta a Székelyföldről. Tehát az, hogy mennyi a lakosság, felekezeti beosztását, mivel foglalkoznak, még a gyümölcsfákat és stb. Mindenfélét. Ilyen tényleg lexikális adatokba. Ezt követően a résztvevők folytatták útjukat tovább Nagykágyára, onnan a Hegyközszent Miklósi fürdőhöz egy kis pihenőre, és végezetül vissza a Székelyhídi Vadaserdőbe, ahol egy fogadás keretében átadták a résztvevői okleveleket és kitűzőket. Megmozgatta a fiatalságot Székelyhídon és Hegyközszent Miklóson egyaránt a Bihar megye takarítási bajnokság, mely a tisztaság hónapja Bihar megyében nevet viselő kampány keretén belül zajlik most májusban. A két településen az akcióban összesen több mint 100 gyermek vett részt, tanáraikkal együtt önkéntesen, Székelyhídon a Petőfi Sándor elméleti liceum 6. és 7. osztályos diákjai, Hegyközszent Miklóson pedig a Toldi általános iskola kis és nagy diákjai. A felcseperedő generáció már öntudatosan is óvja a környezetét, megértik a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, és azt, hogy a szemetet nem szabad illegálisan hagyni egy adott település félreeső szegletében. Két év kényszerű szünet után idén ismét megrendezésre került az a már hagyományosnak nevezett majális jellegű családi nap Hegyközszent Imrén, amely a kora reggeli órákban a Nagy Fogás elnevezésű horgászversennyel vette kezdetét. Idén a helyi tóban úszkáló halak kifogására 63-an jelentkeztek. Sajnos a pandémia rányomta a bélyegét erre a hagyományra, két év szünet után újra együtt lehetünk. Persze féltünk attól, hogy az emberek annyira elszoktak ilyen közösségi terektől, a rendezvényektől, vajon lesznek-e, jönnek-e, de örömmel díjaztam azt, hogy már az első telefonhívásra, amikor beszéltem a kollégákkal, mondtam, hogy mit szeretnénk szervezni, ott leszünk, jövünk. Ez a rendezvény hagyományápoló, hisz az RMDS nagyon hosszú évek óta megszervezi a horgászversenyt, és ez mellett próbáltuk mindig egy majális jellegű napot szervezni, mert
nem csak horgászversenyt szerettünk volna szervezni, nem csak egy napot szerettünk volna eltölteni, hanem közösséget építeni. Nagyon jó látni azt, hogy közel 20 önkormányzat, polgármesteri hivatal, település vesz részt ezen a rendezvényen. Nem csak a horgászverseny, itt 63 csapat van, de a főzőverseny is, és jó, hogy Bihar megye minden szegletéről itt vannak a kollégák, a barátok, a jó emberek. A horgász és a főzőversenyen kívül kártyabajnokságban, vagy ahogyan mi felénk hívják, Krucsában is megmérkőzhettek a versenyezni vágyók. Van a hagyományos horgászverseny, ahol 63 csapat vesz részt az idén. Van egy Krucsa bajnokság, ahol 24 csapat nevezett be, és van egy főzőverseny két kategóriában, ahol 18 település önkormányzat vesz részt két kategóriában, babgulyás és a település specialitás, a helyes specialitása kategória, ami lehet a zsíros kenyértől kezdve a piskótáig bármi. Itt a bal oldalamon éppen pálinkát főznek a körtvélyesek, mert azt gondolták, hogy nekik ez a helyi specialitás. A 2005-ben az első, idén a 16. alkalommal megrendezett Majálison a főzőversenyben résztvevő csapatok egymással is megkóstoltatták az elkészült finomságaikat, specialitásokat. Az utóbbi évek egyik legnagyobb magyar nyelvű könyves vállalkozása, a Nagyvárad Krónikája szerzője, Kormányos László történész, új művében a teljesség igényével igyekszik bemutatni a Váradon, a későbbi Nagyváradon tett magyar királyi látogatásokat, kronológiai sorrendben, alapos levéltári, múzeumi kutatások alapján gazdag képmelléklettel. Ez a könyv tulajdonképpen a korábban megjelent Nagyvárad Krónikának egyfajta gyermeke, egyfajta utóda, ha lehet így mondani, mivel annak idején, mikor ez a könyv íródott, készült, ugye a kutatások történtek, nagyon sok olyan oklevéllel találkoztam, illetve könyves információ természetesen, ami rámutatott arra, hogy magyar királyok Zarándok úton vettek részt, és hát amúgy is ez a váradiak közemlékezetében ez egy meglehetősen rögzült fogalom, ugye, hogy Zsigmond esetében kivált kép, de nem csak. Úgyhogy kíváncsi voltam arra, hogy tulajdonképpen itt valójában hány útra került sor, hány zarándokra került sor, zarándoklatra került sor, illetve ha már sor került rá, akkor milyen egyéb ügyekkel, milyen egyéb államügyekkel és más típusú problémákkal, birtokügyekkel, például kiváltságokkal, kiváltságadással foglalkoztak az ide érkező uralkodók. És ebből aztán lassan összeállt egy anyag, aminek ugye lett ez a könyv a vége, és mindenképpen azt gondolom, hogy talán annyiban van értelme, haszna, hogy egy kicsit hozzá tud járulni a középkori Várad képének gazdagításához, hiszen pontosabb számokkal, pontos számmal nem tudunk semmilyen módon szolgálni, hiszen óriás volt az oklevél pusztulása a török korszaktól kezdve, de talán pontosabb képpel tudunk szolgálni a tekintetben, hogy mit is jelentett ez a jelenség Várad számára, és milyen hozadéka volt a város fejlődésre. Tehát ilyen szempontból gondolom, vagy gondoltam érdekesnek ennek a témának az hozzányúlást. Az eseményen a szerzővel Szűcs László, az Újvárad folyóirat főszerkesztője, a könyv szerkesztője beszélgetett arról a másfél éves munkáról, amely idő alatt megszületett a könyv ötlete, és végül nyomtatásban is megjelenhetett. Itthon szabadon mottóval szervezik meg a nagyváradi magyarok legnagyobb és legrégebbi esemény sorozatát, a Festum Varadinumot. Az idén 30 éves ünnepség sorozat a már hagyományosnak mondható nagyváradi római katolikus székesegyházban megtartott zarándoknappal vette kezdetét. Az ünnepség a Hermás körmenettel folytatódott a Petőfi Park körül. Ez a mai nap erről szól, hogy elindulunk egymás felé, és találkozunk, ha szükséges, akkor hidakat építünk egymás felé, és annak a közbenjárását kérjük, és oltalmát várjuk, aki hát most már ugye több évszázadon keresztül őrködik felettünk, és irányt mutat. A jubileumi rendezvény sorozatra hangolódva több előrendezvénnyel is készültek a szervezők. Ezek közül a legjelentősebbek az Ady Endre elméleti liceum fennállásának 250 éves évfordulójából tartott események, és az egészségügyi asszisztensek munkáját elismerték,
elismerő dr. Mózes Károly díjak átadása volt a már szintén hagyományosnak mondható Foci Varadinum protokoll kupán Bihar megyei színészek, tanárok, az egyházak képviselői, valamint az RMDS politikusai mérték össze tudásukat. Nincs olyan intézményrendszerünk, amelyik ilyenkor nem mozdulna meg. A nagyvárdi magyar iskolák, kulturális intézményi rendszerünk, egyházaink mindegyike szervez programot, civil szervezeteink több kelege, közel 70 szervezet, intézmény mozdul meg ilyenkor, és több mint 200 programot szervezünk ebben a két hétben, úgyhogy van bőven válogatni való lehetőség azok, akik szeretik a közösségi életet, a szórakozástól a nagyon komoly tartalmú eseményekig. Az esemény sorozat két hetében több mint 200 önálló rendezvénnyel, 15 kötet bemutat, hat színházi előadással, számos kiállítással és koncertekkel várják az érdeklődőket. Az Országos Magyar Továbbképző Központ egy 2018-as kormányhatározat alapján jött létre az Oktatási Minisztérium keretében. Célja, hogy minőségi feltételeket biztosítson a pedagógusok szakmai fejlődéséhez, lehetőséget nyújtson a magyar nyelvű képzések megszervezésére és szakmai kiadványok megjelentetésére. Egy olyan kolléga, egy olyan pedagógus, aki magyarul végezte minden iskoláját, egyetemét is, magyar tagozaton tanít, számára eléggé nehéz egy román nyelvű továbbképzésen részt venni, ezáltal viszont a magyar nyelvű képzések elérhetővé váltak bárkinek, ráadásul ugye a képzések nagy részét online szervezzük, tehát még utazni sem feltétlenül szükséges a pedagógusoknak, hogyha a magyar nyelven szeretnének továbbképződni. A központ létrehozásának ötlete 9 éve vetődött fel, létrehozása nem volt könnyű feladat, módosítani kellett a tanügyi törvényt, költségvetést kellett hozzá rendelni, megfelelő helyszínt biztosítani. Az újonnan felavatott 340 négyzetméter hasznos területű nagyváradi épületben egy kisebb konferenciák megtartására alkalmas, multifunkcionális terem, módszertani helyiségek és egy 6000 kötetes könyvtár is helyet kapott. De azt akartuk, hogy az országnak ebben a részében is, Erdélynek ebben a részében, a Partiumban is legyen egy olyan intézmény, amely a magyar pedagógusok számára megfelelő keretet teremt a továbbképzéshez. Na most tovább a pedagógusoké a szó, meg a felelősség. A politikának itt nagyjából a munkája be is fejeződött. Persze ez nem így igaz, mert minden évben költségvetés kell, minden évben kell foglalkoznunk nekünk is ezzel, de az intézmény megvan, a keretek megvannak, tartalommal viszont már a pedagógusok, a szakma kell, hogy megtöltse ezt az intézményt. A megalakulása óta több mint 60 képzést és konferenciát sikerült megszervezni a Nagyváradi Képzőközpontban. Amennyiben igény lesz rá, a jövőben a központ munkatársai az ország más részeiben is tartanak majd magyar nyelvű képzéseket. Humanitárius segítő mozgalom indult a Bihar megyei Székehídon élő Vasuk Rebeka számára. A most 4 éves kislány nyitott hátgerinccel született, amelyet egynapos korában megműtöttek, majd 7 hónaposan söntöt kapott. Rebeka a közelmúltban a Magyarországi Borsóházban, egy nemzetközi intenzív rehabilitációs intézetben kezdett el egy fejlesztő terápiát, amelyre hosszú távon szüksége van. Ennek a hosszú távú folyamatnak, Rebeka fejlődésének támogatásában mi is szerepet vállalhatunk. Gyűjtjük össze a háztartásunkban, munkahelyünkön, környezetünkben használt műanyagpalackok kupakjait, illetve az üdítős, sörös alumínium dobozokat, és juttassuk el a gyűjtőpontok egyikére, amelyek listája egyre csak bővül, és amelyek elérhetők az édesanya Vasók Bianka Facebook oldalán. A gyűjtőakciónak egyelőre nincs határideje. Segítsünk együtt!
Szeretettel köszöntöm az Érhangja Televízió kedves nézőit. Érték a magazinunkat láthatják, ismét Nagyváradról, ahol a Fix Makerspace-ben ülünk, annak egyik megálmodójával, Pósa Tiborral, aki ma arról fog nekünk mesélni, hogyan is jött létre ez a tágas és nagyon sokoldalú coworking tér. Szia Tibi! Sziasztok, szia! Köszönjük szépen, hogy fogadtál itt minket a Fixben, ugye röviden csak így szoktuk egymás között emlegetni, vagy ti is akár. Tibi, mesélj nekünk egy kicsit az előzményeiről ennek az óriási munkának és nagyon szép eredménynek. Honnan pattant ki az ötlet, hogy Nagyváradon szükség van egy ilyen térre, ahol bárki együtt dolgozhat és kreatívan végezheti az amúgy is kreatív szektorba tartozó munkáját? Az ötletet még 2000, most jelen pillanatban 4 éve, 2018-ban kezdtük el, tehát akkor pattant ki ez a csapatnak a fejéből, ugyanis 4 évvel ezelőtt még több futóprojektünk volt. Jelen pillanatban, ugye, tehát akkor, tehát a Romániai Vállalkozásokért Egyesület, ugye erről van szó, ez az egyesület, aki működteti a helyet, több mint 100 vállalkozást hoztunk létre a régióban, tehát ez Erdélyre gondolok itt, és nagyon sok kreatív, illetve IT iparágban dolgozó céget is. És akkor ezekkel a cégekkel való beszélgetés alatt láttuk, hogy lenne egy igény egy olyan helyre, ahol ezek a kicsi cégek ugyan összejönnének, és akár együtt vagy egymás mellett tudnának dolgozni. És ez a coworkingnak is az ötlete, ez a irodák, tehát sok kicsi iroda egymás mellett, hogy a kis cégek ugyan, hogy egy olyan helyre tudnak jönni, ahol megoszlanak a költségek, tehát hogy, és együtt tudnak dolgozni, és együtt tudnak továbbfejlődni. Akkor csináltunk több fókuszcsoportos beszélgetést, és abból az derült ki, hogy a helyen kívül, vagy azon túl, a másik igény az általában a gépeknek a hiánya. Mert ahhoz, hogy egy cég fejlődnie tudjon, egy kicsi cég fejlődni tudjon, általában befektetnie kellene egy adott ponton, és akkor vagy pályázatot keres, vagy külső befektetőt keres, vagy csődbe megy. Tehát, hogy nem tud eléggé fejlődni egy cég, és ezért ugye vagy megáll úgymond a fejlődésben, a profit szerzésben, vagy pedig egyszerűen nem fog tovább működni a cég. És mi egy ilyen helyen, amellett, hogy egy helyet adunk, gépeket is adunk. Tehát, hogy ezeket a gépeket ugye az egyesület megvásárolta, és ezeket használni tudják az itt lévő kis cégek. Az ötlet ugye 2018-ban álmodtuk meg, azóta elég sok év eltelt, mert ugye általában egy ilyen projekt sok éven keresztül működik. Pályáztunk egy interreges pályázatra, amit sikeresen megnyertünk, és pár éve később, meg most vagyunk itt, hogy működtetni tudjuk ezt a helyet. Mennyi idő alatt raktátok össze úgymond a helyet, és mikor nyitottatok, mióta várjátok a célcsoportot? Hát ugye több mint egy év volt, ameddig, ugye közben még pandémia volt, egy Covid pandémia is az elmúlt 4 évben, tehát az nagyon, nagyon megnehezítette a munkánkat, mert nagyon sok munka, meg elkezdett munka leállt, ugye szinte teljes mértékben. Tervezni, másfél évig terveztük, ugye a helykeresés, a gépek megvásárlása, ugye egy Európai Uniós projektről lévén szó, ez elég nagy bürokráciával jár megvásárolni bármit is. Olyan másfél év tervezés volt, és olyan 2 hónapja sikerült megnyissuk a coworking részt, ott még a műhelyek, mert ugye, tehát hogy amellett, hogy irodáink vannak, tehát bérelhető irodáink, vannak műhelyeink is. A műhelyek egy részét megnyitottuk, de még ott is vár minket, még 3 műhely, amit meg tudjunk nyitni, remélem nagyon hamarosan. Úgyhogy kb. 2 hónapja vagyunk nyitva, és azóta kezdtek el már járni ide kisebb cégek, magánvállalkozások, vagy akár magánszemélyek is, akik nem szeretnének már otthonról dolgozni. Mi a jellemző, kik járnak hozzátok? Elég változatos amúgy a felhozatal. Annak ellenére, hogy megvolt azért nagyjából, kiket várunk, de van építészmérnökünk, van IT-ban dolgozó több szakember, van jogász, aki jogász, vannak fiatal vállalkozók, konkrétan egyetemisták, akik orvosi könyveket árusítanak, de van fotovideós, és tényleg egyre bővül ez a kör. Van, aki például más cégnél, például Bukarest vagy külföldi cégnél dolgozik, és itthonról, tehát hogy otthonról dolgozik, mert marketingben vagy hasonló, tehát olyan helyen dolgozik, ahol megtudja azt, hogy távmunkában úgymond dolgozik,
és ő csak megunta otthon a nagyszobát, vagy a nappalit, vagy a kávézót, és akkor van egy biztos pontja, honnan tud dolgozni. Tehát nagyon változatos ez a közösség, és amúgy azt vesszük észre, hogy amiután bejönnek, egy-két nap, van akinek két nap, de van, aki egy hét után már elkezdenek ezek a kis cégek egymás között dolgozni. Tehát, hogy egyből elindul ez a kollaboráció, a beszélgetés, ugye van egy ilyen közösségi termék, ahol közösen tudunk enni, vagy van, tehát a konyhában ugye tudunk találkozni, vagy ott találkozunk a legsűrűbben, és ott már elkezdődnek a beszélgetések egymás között, és egyből elkezdenek üzleti kapcsolatok is kialakulni egymás között. Hát ez igazán nagyszerű. Hát gondolom, akkor ez a legfőbb gyümölcse és célkitűzése a helynek. Térjünk át az izgalmas részére ennek a Makerspace-nek. Ugye mondtad, hogy irodahelyiségek és műhelyek állnak az ideérkezők rendelkezésére. Ha jól tudom, összesen 6 ilyen kreatív ipari műhelyet szolgáltattok, vagy tettetek elérhetővé. Melyek ezek is, és mi, hogyan elérhetők? Reggel 8-tól délután 4-ig, vagy valamilyen felosztásban, vagy foglalásban, vagy hogyan működik ez? Én ahogy említettem, hogy gépeket is vásároltunk. Nem csak a számítógépekről vagy nyomtatókról van szó, hanem nagyobb darabokról is. Igen, tehát hogy 6 műhelyt álmodtunk, többre gondoltunk, de 6 műhely az, amelyik megmaradt. Először is van egy textiles műhelyünk, ahol ez egy ilyen mini varroda, nem varrodának nem mondhatod, de egy ilyen textil műhely, ahol hímzőgéptől egészen ipari varrógépig több gép megtalálható. Emellett van egy nyomtató részlegünk, ahol amellett, hogy sima A3, tehát A4-es és A3-as lapokat nyomtatunk meg színesben, van különböző gépünk, például cutterünk, plotterünk, 3D nyomtatunk, tehát mindenféle széles vásznú nyomtatunk, ahol többféle képen tudunk nyomtatni. Illetve van egy fa és fém megmunkáló műhelyünk, ami esztergapattól kezdve óriás CNC-ig, lézerig, tehát egy teljesen felszerelt fa és fém megmunkáló műhely. Illetve van egy fotó-videó kis podcastes stúdiónk is, mert az elképzelés az volt, ha valaki például szeretne csinálni egy kis széket, azt le tudja gyártani, hogy a fa megmunkáló műhelyben azt még le tudja festeni ott, akár ugye azt a vetélyre is tudja fotózni. Tehát, hogy bárki, aki egy terméket létrehoz, vagy akár a textil műhelyben létrehoz egy terméket, az lesz egy hely is, ahol lefotózza, levidózza. És ezek tehát, hogy bármilyen termékről is legyen szó, általában mindig van szükség másra. Tehát, hogy például, ha valaki elkezd termékeket gyártani, utána jó, hogyha van valaki, egy fotós videós, aki le tudja neki ezt fotózni, de van egy marketinges is akár, aki ezt tudja neki majd promózni, tehát hogy az együttműködés több szintű, és egyből, tehát hogy a műhelyek és a cégek is úgy vannak kialakítva, hogy ezek tudjanak együtt dolgozni. Mert vannak nagy egymásra találások. Abszolút, abszolút. Hogy látod, hogy eddig mi az, ahol megtalálnak titeket az emberek, vagy mi az, ami vonzóvá teszi számukra a helyet a felszereltségen kívül akár? Tehát az egyik nagy előnye, tehát hogy egyrészt, hogy honlapon, illetve a social közösségi médiában találnak meg minket, illetve sima Google search-en, tehát hogy Google megkereséseken keresztül, ugye bizonyos kódszavakra úgy állítottuk be a honlapot, és hogy bizonyos kódszavakra találjanak ránk. Legtöbben így esnek be az ajtón, pontosabban a kapun, mert ugye az egyik nagy olyan előnye a helynek, az maga a helyszín is, mert hogy a mostan felújított püspöki palotában vagyunk, annak az alaksorában, tehát maga a hely is egy elég impozáns épületben is helyen van, tehát amellett, hogy felszerelt és elég modern, vagy remélem, hogy elég modernre sikerült kialakítanunk a helyet, a felszereltség, mert maga a helyszín is egy óriási plusz, amiért általában ide, tehát mindig kérjük azoktól, akik telefonálnak, hogy jöjjenek el és nézzék meg. Ha az árakról is kérdeznek, mondjuk azt, hogy jöjjenek el, nézzék meg, ki lehet próbálni, teljesen igen. Nézzék meg, ha tetszik, nekik akkor maradjanak. Mert hogy nekünk is az a célunk, hogy olyan emberek dolgozzanak innen, akiknek tetszik a hely. Tehát, hogy... persze, igen. De vannak ugye, tehát hogy maga a hely úgy van kialakítva, hogy havi bérleteseket várunk. Tehát azt jelenti, hogy valaki innen szeretne dolgozni, akkor jelentkezik, körbevezetjük, megmutatjuk neki, hogy milyen asztalok vannak szabadon, és akkor bejön egy próbanapra, és akkor az asztal úgymond az övé lesz. Mert hogy
Többféle asztalunk van, van mozgóasztal, úgymond, ami egy ilyen nagyobb közösségi térben van, ott több asztal van egymás mellett, de vannak olyan munkahelyek, ahol például külön elzárható, tehát kulcsra zárható kicsi irodák is vannak, és attól függ, hogy milyen igényei vannak az illetőnek. De vannak a havi bérleten kívül van 10 napos bérletünk is, ahol például 2 hónapon keresztül bármikor eldönteti, hogy mikor jön be és mikor dolgozik innen. Van 5 napos bérletünk is, vagy akár 1 napos is, aki például átutazik Nagyváradon, meg szeretne állni 1 napra dolgozni, szükség van nyomtatóra vagy az itteni infrastruktúrára, akkor meg tud állni 1 napra, és akkor innen dolgozik aznap. Egy ilyen alapon akár tudtok helyet adni különböző munkacsoportos együttműködéseknek, akár egy többnapos meetingnek, vagy egyeztetésnek, vagy hasonlónak, csoportos eseményekre is van lehetőség? Erre is volt már példa, hogy például egy nagyváradi IT cégnek van egy nagyobb találkozója, munkamegbeszélése, akik különböző programozókkal dolgoznak a régió, vagy akár Európa szinten, és akkor munkamegbeszéléseket tartanak itt havonta 2-3 alkalommal, és akkor kisebb csapatok tudnak itt találkozni, és innen dolgozni. Igen. Emellett, ha jól tudom, egy előadótermet, vagy egy eseménytermet is működtettek a Fix Makerspace részeként. Erről mit érdemes tudni az érdeklődőknek? Kik vehetik ezt igénybe? Igen, van. Ezt közösen a püspökséggel működtetjük. Ez egy 240 négyzetméteres előadóterem, tehát ilyen rendezvényterem, amiben teljesen fel van szerelve, tehát van hang, fény, színpad, tehát hogyha valaki szeretne egy rendezvényt tartani, csak jön, bekapcsolja a mikrofont, és már mehet is a rendezvény. Jelen pillanatban 150-200 férő helyes, de természetesen lehet ez 50 fős, 30 fős rendezvényre is átalakítani, ez egy elég mobilis rendezvényterem. Ez is teljesen fel van szerelve, ezt ugye napra is, vagy fél napra, pár óra is akár ugye igénybe lehet venni, és ezt ugyanígy, mint ahogy akit körbevezetünk, ugyanígy általában elhívjuk ide azokat, akik igénybe szeretnék venni, hogy azért nézzék meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Hogy miről is van szó. Hogy miről is van szó, igen. Azon kívül, hogy körbevezetitek az ide érkező vállalkozókat vagy munkásokat, alkalmazottakat, azon kívül most hamarosan, vagyis hogy nem hamarosan, mert ez már folyamatban van, különböző workshopokat is szerveztek a különböző műhelyekbe. Ezek azoknak szólnak, akik már ide járnak, vagy akik szeretnének, vagy hogyan működik ez? Milyen célt szolgálnak ezek a workshopok? Tehát nekünk célunk az, hogy megismertessük úgymond a nagyváradiakkal, vagy azok, akiket érdekelnek ezek a műhelyek. Úgymond azért szervezik ezek a workshopokat, hogy belekóstoljanak például a varrásnak a világába. Tehát pont most kezdtünk el egy varró tanfolyamon, tehát először workshopok vannak, de azután indul egy tanfolyam is. Itt például ilyen bevásárlótáskákat varrunk, ezt 2-3 óra alatt rakjuk össze, úgy, hogy a végén ráhímezzük a nevüket, az az ő saját maguknak, hogy ezt mindenki saját maga csinálja meg. És ez pont azért van például ez a workshop is, hogy ízelítőt kapjanak ezeknek a műhelyeknek a világába, és utána pedig, hogyha érdekli őket, akkor elvégezhetnek egy kisebb kurzust is. Ezeket teljesen ingyenesen lehet most igénybe venni, vagy jelentkezni rájuk. És annyi az egész, hogy jelentkezni kell. De indítottunk a textil mellett jelen pillanatban egy fotovideó, tehát fotós műhelyünk is, illetve most készítjük elő a 3D nyomtatásra, abban a tematikában is lesz egy képzésünk, illetve egy workshopunk. Akkor pedig ugyanígy alapszinten, ezek általában bevezető képzések, tehát hogy bevezetjük őket ebbe a világba. Számodra ennek mi a jelentősége, illetve nagyvárad szinten ezt hogyan látod? Sokan óvtak attól, meg sokan mondták azt, hogy fog ez működni. Én abszolút bizakodó vagyok, és azt látom, hogy nagyon sokat felült etéren is Nagyvárad az elmúlt években. Meg az embereknek a hozzáállás az, ami szerintem sokat változott az elmúlt években Nagyváradon, tehát nagyon sokat fejlődött. Külföldön ez egy nagyon sok helyen ez így már működő dolog. Szerintem itt is fog jól működik, és látom azt, hogy nagyon receptívek, és nagyon boldogak az emberek, hogy látják, hogy van ilyen Váradon amúgy. Nekem személyesen ez nagyon nagy öröm amúgy, amikor látom egyrészt azt, hogy ahogy reagálnak az emberek a helyre, illetve akik elkezdenek ide járni dolgozni, látom ezt hogy tényleg, hogy egyből egymásra találnak, és egyből elkezdenek a közösségnek a részese lenni.
Köszönjük szépen, Tibi, a beszélgetést, és hogy fogadtatok bennünket. Mi köszönjük, hogy itt voltatok, és amúgy mindig szívesen látunk titeket, tehát hogy várunk innen, akár a stúdiónkba is. Úgy lesz. Köszönjük szépen a kedves nézők figyelmét is, az Érhangja Televízió Értéka magazinját láthatták. Kövessék figyelemmel további műsorainkat is, a viszontlátásra!